Nagyon sok szeretettel köszöntöm az online térben lévő nézőket. Kicsit furcsa ez az idei év, a 2020-as. 15 évvel ezelőtt tartottunk először kutatók éjszakáját itt a Műegyetemen, és nem gondoltam volna, hogy ennyire üres teremnek fogok egyszer magyarázni. De azért bízom abban, hogy az éter másik végén egy jó páron követnek, és hát sok szeretettel köszöntöm a Műegyetem Fizika Intézetének bemutatóján a kedves nézőket. Elsőként szeretném megköszönni a Budapesti Műszaki Egyetem gépészkarának, Kármán stúdiának segítségét. Igazából azt terveztem, hogy hozok egy tükröt, és így megmutatom, hogy a stáb az hogy áll. Látom, a kamera mögött is jó a hangulat, és hát igazából azt gondolom, hogy kezdjünk bele. A Műegyetem Fizika Intézetében, ugye hát, mint elmondtam, éppen 16. alkalommal tartunk kutatók éjszakáját, és ebben a kutatók éjszakájában azt gondoltam, hogy egy picit annyiban lesz másabb a kísérletezés, és ezt majd talán fogják látni, hogy megpróbálok kis helyre bezsúfolni magamat, főleg azért, hogy az operatőrnek a munkája ne legyen bonyolult, és hát én azt gondolom, hogy rögtön kezdjünk is a kísérletekbe vele. Az elsőként egy nagyon izgalmas jelenségről, az aerodinamikai paradoxonról szeretnék mesélni, illetve kísérleteket bemutatni. Az első, úgy is mondhatnám, akár otthon is elkészíthető eszköz, ez két darab ilyen vékony alumíniumlap, ilyen speciális módon van felfüggesztve, körülbelül 3 únyi távolságra vannak, 2-3 únyi távolságra vannak egymástól, és hát ez a kísérlet, amit ezzel el lehet végezni, az, hogy én ide fölülről közé fújok, és azt várom, hogy a beáramló nagy levegő szétlebbenti ezt a két lapot. Hát úgy tűnik, mintha ez a lemez meghibbant volna, hogy ahelyett, hogy engedne szabad utat a levegőnek, fogja magát és így összeborul. Nézzünk meg egy másik kísérletet ugyanebben az eszközzel, ugyanebben a témakörben. Itt van egy cső, itt át van fúrva ez a cső, ez a cső egy korongban végződik, a korong is át van fúrva, és hogyha megnézzük, akkor azt is lehet mondani, hogy ez a korong ezen a kis lábacskákon tartja ezt a lemezkét, hogyha én belefújok, akkor így ebben a mozdulattal így föl tudom, vagy el tudom lökni ezt a lemezt. Tehát itt van egy luk. Most azt várja az ember, hogy amikor innen fölülről belefúj, azt várná az ember, hogy a kiáramló levegő megpróbálja még távolabbra elsodorni ezt a lemezt, de ehelyett az történik, és ezért hívják ezt a jelenséget paradoxonnak, a józan ésszel ellentétesnek tűnik, hogy megemelkedik ez a lemezke. Nézzünk egy másik kísérletet. A következő kísérlet, hogyha itt lennének a nézők, akkor valószínűleg már kérdeztem volna, hogy van-e kedve valakinek velem kísérletezni. Annyi tennivalója van a kísérletezőnek, hogy itt van ez a függőlegesen álló tölcsér. Ez egy nagyon szép kúpos tölcsér. Beleteszünk egy pingponglabdát, a pingponglabda gömb alakú. Ugye a kúpos tölcsér és a gömb az egy nagyon jó záró rész. Tehát, hogyha ide vizet öntenénk, akkor az a víz az gyakorlatilag nem tudna átfolyni, mert a kúpot a labda lezárja. Most csak annyit kell tenni, hogy akkor át kell belefújni ebbe a csőbe, hogy ez a labda onnan kiugorjék. Próbáljuk meg. Ahelyett, hogy a labda kiugrana, itt egy helyben áll és így rezeg. No, hát az a lényege a dolgoknak, hogyha majd megismerjük jól a jelenséget, akkor azt is meg fogjuk tudni magyarázni, hogy miért akkor ugrik ki a labda, hogyha én ide fölé fújok, valahogy így. Így nép. Na, nézzük a magyarázatot, illetve a jelenséget. Daniel Bernoulli volt, aki a jelenséget kutatta, és megállapította azt, hogy a nagy sebességgel áramló közegek, lehetnek ezek gázok is, lehetnek ezek folyadékok is, ha nagy sebességgel áramlik, bennük a nyomás lecsökken. Erre egy kísérleti eszközt hoztam, ez már egy igazi szertárbéli eszköz.
A következőt lehet látni. Van egy csövünk, ez egy vékony bipoláncső. Ez a bipoláncső ott bent abban a zárt üvegtérben, egy szűkületben, egy fúvókában végződik. Nem tudom, vigyem közelebb megmutatni, vagy ez nagyon jól látszik. Köszönöm szépen. Nos, abban az esetben, hogyha én nagy sebességgel, vagy nagy vehemenciával befújok ide, a fúvóka végén nagy sebességgel fog kiáramlani a levegő, és ott bent abban a zárt térben le fog csökkenni a nyomás. Ezt úgy fogjuk tudni ellenőrizni, hogy ide tettünk egy úgynevezett útcsöves manométert. Az útcsöves manométer egyik szára abban a térben van, amelyet vizsgálni akarunk, a másik szára az pedig a levegő, a szoba légnyomását méri. Azt látjuk, hogy most nem fúj bele senki, az útcsöves manométer két szárában azonos magasságban áll a színezett folyadék, ennek eredményeként megállapíthatjuk, hogy ott abban a benti zárt térben és ez a kinti részben egyenlő a nyomás. Ha én most belefújok ebbe a csőbe, azt hiszem nagyon jól látszik, hogy az útcsöves manométerünkben felborul az egyensúly, azon a részen lesz magasabban a nyomás, azon a részen lesz a folyadék magasabban, ahol kisebb a nyomás. Nézzük meg még egyszer. Azt hiszem ez nagyon szépen látszik, tehát ez azt jelenti, hogy az útcsöves manométernél, ahova befújtam, nagy sebességgel áramlik a levegő, és a nagy sebességgel áramló levegőben lecsökkent nyomást mutatja ez a manométer. Annyit még érdemes megmutatni, hogyha ezt a kiáramló csövet, amit ugye azért tettek, hogy ebből az ártérből azért el tudjon távozni a nyomás, ha én ezt befogom az ujjammal, akkor azt hiszem nagyon jól látszik, hogy a befújás hatására megfordul az útcsöves manométerben a folyadéknak a magassága, és ennek eredményeként látjuk, hogy az útcsöves manométerünk tényleg a nyomás különbséget méri, a benti és a kinti nyomást. Ha belefúvok és bezárom, akkor bent lesz nagyobb a nyomás. Ha viszont nem fogom be, csak belefúvok egyet, akkor pedig bent lesz kisebb a nyomás. Ezt mutatja a manométerünk. Azt akarom mondani, nem akarom teljesen végig elmondani, hogy a Bernoulli törvénynek mi a magyarázata, de azt mindenképpen láttuk, hogy a nagy sebességgel áramló levegőben lecsökken a nyomás. Ugyanez van vízben is, tehát folyadékokban is, tehát gázokban és folyadékokban egyaránt ez igaz. Ha valaki azt kérdezné, hogy hogyan lehetne egyszerűen elmagyarázni ezt a jelenséget, azt gondolom, nagyon egyszerű dolgom van, hiszen azt mondom, hogy vegyünk egy vízszintes szakaszt, ugye nagyjából azt is lehet mondani, hogy ez a vízszintes szakasz, ami itt látszik, és ebben a szakaszban áramoljék egy közeg. Lehet az víz is, lehet az gáz is, tehát folyadék vagy gáz. Abban az esetben, hogyha valamilyen oknál fogva, valamilyen kényszer hatására ez a folyadék vagy gáz fölgyorsul, mozgási energiához fog jutni, és ez azt jelenti, hogy vajon valamilyen más energiaféleségnek a rovására fog jutni. Ha össze akarják adni az összes mechanikai energiát a folyadékokban vagy a gázokban, akkor lesz helyzeti energia. Ennek a változásával nem kell számolnunk, hiszen vízszintes az elrendezés. Van nyomási energia, erről később fogunk beszélni, ez a térfogat és a nyomás szorzatából megérthető, hogy energia jellegű, és van a mozgási energia. Ha a mozgási energia megnövekszik, akkor az csak és kizárólag a kísérletünkben a nyomási energia rovására tud menni, vagyis lecsökken a nyomás. Az a helyzet, hogy a kísérletek bemutatása után most nézzünk valami olyat, mert a fizikában, illetve hát a társadalmunk működésében nagyon fontos dolog, hogy akkor működik jól a világunk, hogyha ezt rögtön alkalmazzuk is, ezt a tudásunkat. Hát nézzünk egy alkalmazást, hogy pontosan miért ezt az alkalmazást, azt majd mindjárt megértjük. Ez egy bunzenégő. Ezt a bunzenégőt először is szedjük szét, hogy megértsük, hogyan fog ez majd működni a továbbiakban. A bunzenégőnek itt van a keverőszára, de egyelőre ezt még hagyjuk. Ezen a részen itt van egy fúvóka.
ez a puvóka azt jelenti, egy nagyon kicsiny lyuk van rajta, amikor majd kinyitom a gázt és kinyitom ezt a csapot, abban a pillanatban kifelé fog áramlani nagy sebességgel a gáz. Azért fog nagy sebességgel áramlani, mert nagyon kicsiny a lyuk. Na most, fölteszem ezt a keverőszárat. A keverőszár, amint láttuk, egészen addig tekerhető föl, ameddig ez a hat lapfejű csavar meg nem állítja, így, akkor ezt megállította, és akkor ez az alsó rész, ez a keverő rész, ezzel még itt be lehet zárni a kúpnak az alját, illetve ki lehet nyitni a kúpnak az alját, és a csavarósó segítségével egész precízen tudjuk beállítani. No, nézzük, hogyan működik ezek után a bunzenégőnk. A bunzenégőnkbe, hogyha megérkezik a gáz, így, akkor azt fogjuk látni, hogy a kiáramló gáz lángja viszonylag hosszú, a vége sárga, és ez azért van, mert itt most a keverőcsőben nem tud bekerülni a levegő oxigénje. Abban az esetben, hogyha a keverőszárnak ezt az alsó részét kinyitom, tudunk ehhez a gázhoz, a levegőből oxigént keverni. Azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy a gázláng hogyan változik meg. A gázlángunk jóval rövidebb lett, és az is látszik ott az a belső kékes makkúban, hogy már ott elkezdődik az égés. Tehát az égés több lépcsőben történik. Ugye ez annak lehet, tehát azért jöhet ez így létre, mert itt alul a nagy sebességgel áramló fúvóka magával rántja a lecsökkent nyomás miatt a levegőből tehát a levegőt és benne az oxigént, ebben a csőben a gáz és a levegő keveredik, és mivel az oxigén és az éghető gáz nagyon közel van egymáshoz, el van keveredve, hát így módon tud égni. Ha elzárjuk a beáramló levegő útját, akkor látszik, hogy megcsendesedik a gázunk, az égése sokkal hosszabb lesz. Ilyenkor megállapíthatjuk, hogy a gáz csak a felületén találkozik a levegőnek az oxigénjével. No, tehát akkor az a lényege a dolgoknak, hogy megértettük, hogy hogyan működik a bunzenégő, és a bunzenégőnek a működése az ugye nem másról szól, mint hogy a Bernoulli által felfedezett aerodinamikai paradoxon segítségével tudunk megfelelő keveréket előállítani. A városi gázról szól a következő kísérleti összeállítás. A következő kísérleti összeállításhoz én vettem egy vékony nejlonzacskót, íme itt van, szerintem mindenki látja, és akkor ezt a vékony nejlonzacskót föl fogjuk fújni gázzal. Ugye a gázról azt mindenképpen érdemes tudni, hogy a gázunk összetételét tekintve 98-99%-ban metánt tartalmaz. A metán az viszont sűrűségét tekintve lényegesen kisebb sűrűségű, mint a levegő. Na most, fogom, és ezt az acskót akkor ezzel a módszerrel szépen fölfújtatjuk, ígyni. Szerintem szépen látszik, hogy áramlik az acskóba befelé a gáz. Még mindig áramlik bele, még mindig. Így, és amikor elengedem, mindenki láthatja, hogy a metán szépen száll fölfelé, és most éppen ütközött a mennyezetnél, és azt is mondhatjuk, hogy a mennyezettel ütközve, hát most ott van fönt, egy darabig várnunk kell, amíg a levegő diffúzióval fogja magát és bemegy. Most jött el az a pillanat, amikor bemutatom a fiamat is. Őt azért tettem ide, mert ha valamit kint hagytam volna, akkor tudná, hogy a két lángos csövet kéne behozni. Már el is indult. Az a helyzet, hogy... addig megmutatom a következő kísérletet, ami a két lángos cső után jött volna. Szeretném megmutatni, hogy mekkora a nyomása a gáznak. Igen. Azt fogom csinálni, hogy az elzárt csap mellett ide betesszük ezt a csövet, és megnyitom a gázt. A gázt, amikor megnyitom, akkor azt látjuk, hogy szépen
kicsi kis buborékok jönnek ki, és indulnak el fölfelé. Így. Talán egy kicsit kinyithatjuk jobban, hogy jól lehessen látni, és amikor én ezt a gáz tartalmazó csövet egyre beljebb és beljebb dugom, akkor még mindig jön a buborék, de egyszer csak fogja magát, és lesz egy olyan magasság, amikor a buborék már nem jön ki. Tulajdonképpen ennek a vízoszlopnak a magasságával meg tudtuk mérni azt a hidrosztatikai nyomást, aminél a gáz már nem jön ki, vagyis meg tudjuk mondani, hogy ebben a vezetékben mekkora nyomással van a gáz. Ha egy kicsit lejjebb tesszük, akkor az abba marad, és hogyha még lejjebb toljuk, akkor talán látszik az is, hogy ebben a csőben megjelenik a víz, és elindul fölfelé. Ennek eredményeként elmondhatjuk, hogy a hidrosztatikai nyomásunkat megmérve, tehát megállapítva, kiszámolva, ugye ennek a magasságát, a sűrűségét és a gravitációs gyorsulást kell összesorolni. Bocsánat, itt ebből is látszik, hogy nem zártam el rendesen. Tehát tulajdonképpen a gázunknak a nyomását ilyen hidrosztatikai módszerrel mértük meg. Nézem, hogy a fiam még nem nagyon érkezik. Na, hát akkor megyünk tovább, illetve én most egy fél másodpercre eltűnök, megnézem, hogy mi a helyzet. No. Tehát ebből is látszik, hogy akármilyen sokat is jár valakinek a szertárában valaki, az még nem jelenti azt, hogy mindentről tud. No tehát, a kísérletünk főszereplője egy üvegcső. Az üvegcsőnek a két végén találunk egy-egy fúvókát, ide fog majd vagy itt fog kiérkezni a gáz, még továbbra is gázzal kísérletezünk. Ígyni. És akkor most értjük is, hogy miért nem bonyolult ennek a gázlángnak, vagy pontosabban ennek a gáznak a kezelése, hiszen azért nem bonyolult, mert nagy nyomásokról nincs szó, a tömítés nem olyan nagyon bonyolult. Na tehát, azt fogom csinálni, hogy kinyitom a gázt, így, meggyújtjuk a gázt, így, a másik felén is meggyújtjuk a gázt, és a két láng, azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy túl sok a jósághoz, egy kicsit kijebb, lejjebb vesszük, és akkor most kezdődik a kísérlet. Hoppá, ezt meggyújtjuk. Így, a két lángnak azonos a hossza abban az esetben, hogyha a csövünk vízszintes. Emeljük fel az egyiknek a egyik lángnak a helyzetét, a másikat meg csökkentsük, és azt hiszem nagyon jól látszik az, hogy alul tűnik el a láng. Ez egy kicsit meglepő, mindjárt beszélünk róla, hogy pontosan hogy is van ez. Tehát azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy az alsó láng az egyre kisebb és kisebb lesz, míg a második, a felső láng az pedig magasabb lesz. Hát ez is egy olyan dolog, hogy úgy is mondhatnánk, hogy meglepetés erejével hat. Mielőtt ez túlzottan túlmelegszik, én ezt elzárom, és akkor a következő módon fogjuk ezt a kísérletet megbeszélni. Nézzük meg, mi a magyarázata annak, hogy az alsó helyen tűnik el a láng. Gondoljuk meg, hogy a mindennapi tapasztalat, hát már hál' Istennek az utóbbi időben egyre kevesebbet hallunk ilyet, hogy amikor tikkasztó meleg nyár van, és nagyon nagy a vízfogyasztás, akkor egyes helyeken eltűnik a víz. Ha egy 10 emeletes házban lakunk, akkor nagyon nagy valószínűséggel a 10. emeletről fog először elfogyni, hiszen kevés a nyomás ahhoz, hogy a 10. emeletre a gáz feljusson. Abban az esetben, hogyha lejjebb megyünk, akkor ugye egyre nagyobb és nagyobb lesz a víznek a nyomása, és hát azt lehet mondani, hogy a
az esély arra, hogy az alsó helyen elfogy, tehát a földszinten elfogy a víz, az a legkisebb. No, más a helyzet abban az esetben, hogyha a levegőben egy olyan gázzal kísérletezünk, egy éghető gázzal, ugye éppen ez a metán, amelyiknek a sűrűsége kisebb, mint a levegőjé. Ennek a gáznak, gondoljuk meg, hogy ezen a helyen egy sokkal nagyobb nyomással kell találkozni, hogy itt ki tudjon menni, míg itt kisebb lesz a levegőben is a nyomás, és ennek eredményeként ez a kétlángos cső azt mutatja meg, hogy az eltérő sűrűségek hatására hogyan alakul a nyomás egy ilyen csőoszlopban. No, hát akkor a következőkben pedig, ha már ilyen sokat beszéltünk a gázról, beszéltem a gáznak a nyomásáról, köszönöm szépen, a gáznak a nyomásáról, beszéltem arról, hogy a gáz egy éghető anyag, akkor most egy olyan kísérletet szeretnék megmutatni, ami ezeket a dolgokat egy picit összefoglalja. A következő eszközünk egy fém doboz, egy ilyen nagyon szép fém doboz. A tetején és az oldalán, az alján lyukakat készítettem. Meg akarom mutatni, hogy nincs ebben semmi különösebben, tehát ez egy zárt edény. Ami biztos-biztos alapon, mert egy feledékeny ember vagyok, ide fölírtam az adatait. 22,5 cm az átmérője, a magassága pedig 24 cm, puskázok, ez 9,5 liter, ezt kiszámoltam előre. Tehát ennek az edénynek 9,5 liter a térfogata. Na most, ezt az edényt meg fogjuk tölteni gázzal. Ez a gáz, hogyha itt szépen bevezetjük a tetejénél, akkor ez azt jelenti, hogy a tetejétől az aljá felé töltjük meg, és akkor itt az alján szépen áramlik kifelé a gáz. Na most, annyi tennivaló van, ugye itt szépen bezártam a kiáramló gázt, hogy meggyújtom ezt a lángot. Azt hiszem, nagyon szépen látszik az, hogy a kiáramló gáz az ugyanolyan, mint amikor a bunzenégőnek elzártuk a csapját. Ezt ki is kell nyitni a bunzenégőt. Tehát amikor pontosabban teljesen bezártuk, azt hiszem mindenki szépen látja azt, hogy a bunzenégőnkkel nagyon megegyező a láng, annyiban különbözik, hogy a bunzenégőben egy kicsit a fúvóka miatt nagyobb sebességgel áramlik, de az, hogy ennek a gáznak milyen az alakja, azt szerintem mindenki szépen látja. A következőt kell tudni, azért jön ki ebből az edényből a gáz, mert a metánnak 0,71 kg per köbméter a sűrűsége. A levegői, mint tudjuk, 1,18 kg per köbméter, ez 20 Celsius fokra mérve, és akkor ez azt jelenti, hogy itt a tetején kisebb lesz a nyomás, nagyobb lesz a nyomás, és a nyomás különbség hatására a metán kijön, mivel tömény metán jön ki, ezért a tömény metán csak a felületén fog találkozni az oxigénnel, hasonlóképpen, mint itt. A következőkben megismételjük a kísérletet, mert én azt szeretem, hogyha egy kísérlet megismételhető, főleg azért szeretem, mert ezt a fizika módszere elő is írja nekünk. A fizika módszere a kísérletezés, ugye megfigyelés, kísérletezés, elméletgyártás, és hát tulajdonképpen azt fogjuk csinálni, hogy én most megtöltöm ezt a másik edényt is gázzal. Igen, megtöltjük gázzal. Ez az edény is pontosan ugyanakkora, mint az előző, csak kékszínű. Ugyanúgy két darab lyukat tartalmaz. Ugye ez itt most szépen jön kifelé. Jó, megtöltöttük ezt levegővel, vagy gázzal. Így, most ezt is meggyújtom, és azt fogjuk látni, hogy nagyon nagy különbség van a két láng között. Ez is így indult, mint ez, csak közben ott bent higul a gáz, egész pontosan a gáz koncentrációja,
az elégett és eltávozó gáz helyére levegő kerül, a levegőben van oxigén is, és ott bent keveredik, úgy is mondhatjuk, hogy egy előkevert gáz csinálunk, ami tulajdonképpen az égésnek sokkal jobban megfelel. Azt, hogy mekkora a lángnak a hossza, mekkora a lángnak, vagy milyen a lángnak a kialakítása, tehát a megjelenése, látjuk, hogy ez nagyon világít ilyen sárgásan, ez a másik, ez pedig már alig-alig látható, csak a tetején van egy pici sárgaság. Ez attól is függ, mondom, hogy mekkora na, itt jött elő az, amitől néha idegbajt szokok kapni, hogy elfelejtettem kikapcsolni a telefonomat. No, bocsánat ezért a dologért, ilyen nem szokott előfordulni velem. Tehát az a lényeg, hogy egész biztosak legyünk a dolgunkban. Van egy harmadik hordócskánk is. Ezt a harmadik hordócskánkat is megtöltjük ugyanúgy. Teljesen azonos a kialakítása a három hordónak. Az átmérőjük, a térfogatuk, a lyukak rajta, minden teljesen megegyezik. És akkor ezt is megtöltöttem gázzal, és most ezek után ezt is meggyújtjuk. Azt hiszem, nagyon szépen látszik az, hogy a három hordóban, három különböző fázisban találjuk a gázokat, és a dolgainkat, hogyha egy kicsit meg akarjuk érteni, akkor ugye egy egyszerű rajzot szeretnék csinálni. Tehát itt van a hordónk, így. A hordónak az alján van egy lyuk, a tetején van egy lyuk. Ugye ezen keresztül töltöttük meg. A legelső alkalommal, amit elindítottunk, ugye ez körülbelül ennek felel meg, teljes egészében tele volt metánnal, és ez a metán ezen a lyukon ki akart kéreckedni, természetesen azért, mert a sűrűsége, mint mondottuk volt, 0,71 század kilogramm per köbméter. Ide beáramlik alulra 18 század kilogramm per köbméter sűrűségű levegő, és ez a gáz folyamatosan higul, tehát a teljesen tömény metánból folyamatosan egyre több és több levegő kerül bele. Ennek eredményeként a sűrűsége ebbe az irányba változik. És amit még érdemes megfigyelni, hogy van egy olyan fogalom, hogy a gáz égési sebessége. A gáz égési sebessége az azt jelenti, hogy mennyi idő alatt tud elégni, a lángfrontnak a terjedési sebessége, hogyha az itteni kifelé áramló gáznak a sebessége nagyobb lesz, mint az égési sebesség, akkor ez a gáz kívül fog égni, az edényen kívül. Egy pillanatra lekapcsoljuk a fényeket. Várják. És talán most jobban látszik az, hogy van három darab lángunk. Egy nagyon előkevert, egy közepesen előkevert, és egy valamennyire előre kevert láng. És azt szerintem látjuk is, hogy ez a három résznél a kiáramlási sebesség itt a legkisebb, és az égési sebesség meg a legnagyobb. És akkor ehhez képest mindegyiknél a kiáramlási sebesség csökken, az égési sebesség pedig növekszik. Ennek eredményeként addig, amíg a kiáramlási sebesség nagyobb lesz, mint az égési sebesség, a láng a dobozon kívül fog égni. Azt is érdemes még elmondani, hogy ugye az előkeverés folyamatát itt elmondtam, amikor megpróbálunk egy jófajta gázlángot beállítani, szerintem ez szépen látszik, akkor lesz az égésnek a hatékonysága legjobb, hogyha úgy állítjuk be, hogy nagyjából a sztöhiometriai arányoknak feleljen meg, ilyenkor sokkal hangosabb, sustorgóbb is a gáz, és amint látják, meg is lehet állapítani azt, hogy a gázlángunk, igen, na ebben a pillanatban előfordult az, hogy ebben a
dobozban már nagyobb volt az égés terjedési sebessége, mint a kiáramlás sebessége. Ott bent elégett az összes gáz, hát üres továbbra is, ott bent elégett az összes gáz, kitágult a hőmérséklet növekedésének hatására, és ledobta a tetejét. Azt hiszem, hogy igen, ugyanaz történt, mint tegnap előtt, hogy a közvetlen mellette levő az elaltott, tehát az itt kialakuló légnyomás ezt is eloltotta, tehát tulajdonképpen sajnos egyszerre aludt el a kettő, és most már erre a gázra sincs szükségünk. Én azt gondolom, hogy még itt ezt a lángot nézegetjük, akkor egy idő után, majd egy pillanatra, egy rövidebb időre le fogjuk kapcsolni, megjelenik benne az a kúpocska, ami ott a bunzenégőnél is megvolt. Egy pillanatra kapcsoljuk csak le fényt. Szerintem nagyon szépen látszik, kapcsoljuk vissza a fényt, köszönöm. És ez a kúpocska, ahogy a láng rövidebb és rövidebb és rövidebb lesz, egyre jobban fog látszani, hogy elválik, lesz egy belső, ilyen sötét kék és egy külső kúp. Ezeknél a helyeknél több lépcsőben ég el a metán. Kapcsoljuk le még egyszer a nagy villanyt. Szerintem most jobban látszik ez a kúp. Egyre kisebb és kisebb. Még annyit szeretnék elmondani, hogy abban az esetben, hogyha súlytalanság lenne, mi történne, abban az esetben, hát ez a kiáramlásnak nem lenne sebessége, az éghető gáz gömbformában terjedne, és ez a gömbforma, most éppen nem hoztam el, de valaki fölmegy a NASA-nak a honlapjára, nagyon szépen megmutatták, hogy egy súlytalanságban hogyan is ég ez a gáz. Kapcsoljuk le még egyszer, és akkor most jobban látjuk, egészen-egészen kicsi. Azt kérdezem az operatőrtől, hogy jól látjuk? Nem. Akkor kapcsoljuk föl, sajnos ez ilyen. Nem sokára azt tudom mondani, hogy igen, nem sokára elkövetkezik, hogy belül fog égni, hát ez be is következett, úgyhogy most nem maradt más hátra, mint ezeket a hordócskákat én elpakolom, és hozom a következő kísérletet. Igen, köszönöm. Na, a következő kísérlet egy egyszerű hőtágulásos kísérlet lesz. A főszereplője ez a lombik. A lombikba betettünk egy dugót, és a dugóba pedig egy cső van, ami azt jelenti, hogy a lombiknak a belső terét és a külső terét összeköti, tehát így tulajdonképpen teljesen egyforma lesz a kinti és a benti nyomás, hogyha ezt így nyugodtan magára hagyjuk. A következőket hozom, hoztam egy vödörszínes vizet, hoztam egy égő berendezést, ez egy kicsit nagyobb teljesítményű, mint a bunzenégőnk, és hát hoztam kesztyűt is, hogy melegen tudjam tartani, pontosabban a kezemet ne égessem meg. Na hát itt is nagyon szépen látszik, hogy az előkeverésnek az eredményeként itt egy nagyon szép gázkúpot figyelhetünk meg. Hát tulajdonképpen itt az előkeverés sokkal precízebben és jobban van beállítva. Az, hogy itt nem metán ég, az tulajdonképpen teljesen mindegy. Na, tehát akkor az első dolog, amivel kísérletezni fogunk, hogy én ezt az üveglombikot megmelegítem. Azért melegítem meg, mert szeretném, hogyha a benne levő levegő is megmelegedne, és a benne levő levegő, ha megmelegszik, akkor ki is tágul, és akkor tulajdonképpen most ezen a csövön keresztül levegő áramlik ki. Hát ahhoz, hogy a nyomás kívül-belül egyenlő lehessen, ahhoz az kell, hogy a levegőt ki tudjon áramlani. Úgyni, hát túl megmelegítjük ezt az edényt, szeretnénk a hőtágulást megmutatni. Ígyni. Hát jó meleg kezd lenni a lombikunk. Ehhez a kísérlethez nem szabad sajnálni az időt. Azt is mondhatnánk, hogy a kísérlet akkor fog jól sikerülni, igazán jól sikerülni, hogyha
a lombikot jól megmelegítjük. A lombiktól, mint mondottam, megmelegszik a gáz, és a gáz nagyobb térfogata miatt nagyobb lenne a nyomás, de ez a nyomás azon a felső csövön szépen ki tud egyenlítődni. Hát igen, ez most már elég meleg kezd lenni. Az arcomhoz közel teszem, a sugárzó hőt próbálom érzékelni. Így. Jó. Hát most tulajdonképpen a kísérletünk első része szerintem meg is volt. Megmelegedett a gáz. Én most ezt a lombikot ide belemerítem. És most tulajdonképpen nem történik más, mint hogy a környezet hűteni fogja ezt a lombikot. A lombiktól meg fog meleg, a lombik le fog hűlni, és a bent levő levegőt is lehűti. Ennek eredményeként a bent levő levegőnek a térfogata összehúzódik, és hogyha összehúzódik, akkor szép lassan, de biztosan emelkedik ebben a csőben a folyadéknak a magassága. Most már a dugót is elérte, és hát ez még mindig tart, még mindig emelkedik. Hát mindenképpen azt szeretném, hogyha látnánk azt, hogy az így módon lehűtött, fölmelegített, majd később hagyjuk kihűlni a lombikot, ez fogja magát, és amint látjátok, belekerül a folyadék. Szerintem ez itt szépen látszik. A kihűlő folyadék, hát valamilyen mennyiségben megtöltötte a lombikot. Hát ha egy kicsit így ferdén tartom, ugye világosan érti mindenki, akkor az fog történni, hogy a lombikunk folyadék kerül. Hát, hogyha most óvatosan leveszem a kesztyűmet, így, megnézem, hogy hát igen, ez most már kézzel is elviselhető, tehát túlzottan sok folyadék beáramlására már ne számítsunk. Itt kezdődött a kísérletünk. És akkor a kísérleteknek van egy olyan nagyon izgalmas része, hogy elvárjuk a fizikai kísérletektől, hogy megismételhetők legyenek. Megismételjük ezt a kísérletet még egyszer. Az egyszerűség kedvéért ezt a lombikot én kimosom. Így. Kiöntöm a vizet is belőle. Visszatesszük a dugót. Ami biztos, biztos alapon visszaveszem a kesztyűmet is. Mert ugye azt nem felejtjük el, hogy ez egy... Igen, az a helyzet, hogy nem egyszerű ez a kesztyű felhúzás, mert túlzottan nagyra nőtt a kezem. És ennél nagyobb méretű kesztyűt még nem találtam a boltba. Na tehát akkor ismét kezdjük melegíteni a lombikunkat. És a lombik melegítése fog történni. A lombikunk melegítésekor, ugye azt akarjuk megint csak elérni, amit az előbb is, hogy a hőmérséklete az legyen jó magas, ettől a gáz kitágul, és egy tekintélyes mennyiségű gáz ki fog menni a lombikból, és tulajdonképpen a lombikunk ilyen értelemben tulajdonképpen egy hőmérővé válik. Amikor a hőmérőket kezdték annak idején megalkotni, akkor tulajdonképpen nagyjából így nézett ki egy hőmérő, volt egy zárt tér, ez a lombik, képzeljük el ezt fejjel lefelé. A lombiknak a csövébe tettek valamennyi folyadékot, tehát ez úgy volt, hogy belefordították, megmelegítették, és amikor a szoba hőmérsékletre beállt, akkor valamennyi folyadék volt benne, és ez a folyadék volt az, amelyik tulajdonképpen emelkedésével, süllyedésével
tudta mutatni a környezetnek a hőmérsékletét. Ennek a hőmérőnek mindösszesen csak egy baja volt, de az nem volt kicsi baj, és erre nagyon hamar rájöttek a kísérletezők, hogy a légnyomás is sokat számít. Ugyanis, hogyha a légnyomás lecsökken, akkor a légnyomás hatására tekintélyes mennyiségű folyadék tud beáramlani, és hát tulajdonképpen ez már nem a hőmérsékletet mérte, hanem a hőmérsékletet és a nyomást együtt, mégpedig oly módon, ahogy azt alig-alig tudtuk egymástól kitenni. Hát meg kell, hogy dicsérjem a fiamat, egy korabeli hőmérőt hozott, ami pontosan ennek mentén működik. A kísérletünk is nagyjából véget ért. Most én fogom, ismételten beteszem ezt ide, és azt látjuk, hogy rövidesen jön befelé a víz, és egyszer csak fogja magát, és amint látjátok, nem kevés mennyiségű folyadékot fog felszívni. És ez a folyadék felszívódása még most is tart. Igyekszem az aljára letenni ezt a csövet, nehogy levegőt tudjon beszívni. Amint látjátok, ez a kísérlet megismételve teljesen más végeredményt hozott. Fölteheti bárki a kérdést, hogy na jó, hát mi is volt a különbség? Egy pillanat, most már nagyjából befejeződött a folyadék beáramlása, így, én akkor ezt most itt megállítom, és ide leteszem, és beszéljük meg. Tehát ez annyira drámai különbség volt, kétszer ugyanazt csináltam meg, de csak látszólag. Nézzük a magyarázatot. Az első esetben a lombikunk, az teljesen száraz volt belül, porszáraz, kínosan ügyeltem arra, hogy a száradás az mindenképpen olyan legyen, hogy egy szemernyi víz se legyen benne. Mondhatom azt, hogy megmelegítettem többször, hogy a páratartalma teljes egészében elmúljon. Ebben az esetben, amikor megmelegítettem, tényleg csak a levegőnek a kitágulása volt a felelős azért, hogy mennyi folyadékot szívott ebből a vödörbe ezen a csövön keresztül. Abban az esetben, amikor megismételtük a kísérletet, fogtam, kiöntöttem az edényt, de figyeljétek meg, az edénynek az alján mindig marad a kiöntés után egy pici víz. Ez a víz, amikor elkezdjük melegíteni, elforr, és vízgőz lesz benne. Tehát tulajdonképpen egy ravasz módszerrel kicseréltük ebben a léggömbben levő folyadékot, pontosabban a gázt cseréltük ki. A levegőt kicseréltük vízgőzre. Szerintem, hogyha majd valaki visszacsavarja ezt a felvételt és megnézi, akkor láthatja esetleg, hogy ennek a csőnek a végén gőz jött ki. Az is látszott, hogy ez itt az a kis vízmennyiség az ott elkezdett forrni, és ez a kis vízmennyiség vízgőzt produkált. A vízgőznek van egy nagyon érdekes tulajdonsága, hogyha 100 Celsius fok alá lehűtjük, akkor folyadék lesz belőle. Ezt mindenki tudja. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy ez a halmazállapot változás példátlan méretű térfogat csökkenéssel vagy növekedéssel jár. Tehát amikor gőzből víz lesz, akkor az 1600-ad, 1800-ad részére megy össze, amikor pedig a vízből gőz lesz, akkor az 1600-1800-szorosára tágul ki. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor abban az állapotban álltunk, hogy tele volt vízgőzzel, és ezt a vízgőzt beletettük így, egy darabig nem nagyon történt semmi, de amikor innen frissen beáramló hideg vízre rá tudott csapódni a gőz, abban a pillanatban elkezdődött a gőz kondenzációja, az összes vízgőz lekondenzálódott, és ezért tudta felszívni a vizet ekkora elképesztő mennyiségben. Én azt gondolom, hogy a kísérletünk az sikerült. Még egy apróságot szeretnék megmutatni, amit behozott a fiam ezt az edényt. Ezt nézzük meg közösen. Tulajdonképpen itt van egy üveggömb. Ez az üveggömb, amely a hőmérséklet mérésére szolgál. Ennek az üveggömbnek, hogyha megnöveljük a hőmérsékletét, akkor a üveggömbben levő
gáznak a hőmérséklete is meg fog növekedni, ki fog tágulni, és az itt levő folyadékot, mindjárt fogom mutatni, a kezemmel megmelegítem, az itt levő folyadékot elkezdi ezen a folyadék, ezen a csövön keresztül följebb és följebb nyomni. Én desztillált vizet tettem bele, mert a nem desztillált víz az fogja magát, és a falára úgy kirakódik, hogy soha büdös életben le nem lehet onnan mosni. Tehát tulajdonképpen, ha megnézzük, akár egy egész picit meg is melegíthetjük. Tehát, hogyha én ezt itt megmelegítem, azt hiszem gyönyörűen látszik, hogy a folyadékunk emelkedik és emelkedik, és aztán egy idő után végig fog folyni ezen a részen. Így lehet beállítani tulajdonképpen a hőmérőnket. Most, ha hagyjuk lehűlni, akkor valameddig le fog menni, körülbelül idáig, és akkor beállítjuk, hogy na ez a 21 fok. Aztán 22 fokhoz húzunk egy másik vonalat, egy harmadik és egy negyedik vonalat. Igen ám, de ez az kell, hogy közben a légnyomás egy kicsit se változzék. Hiszen, hogyha a légnyomás kívül lecsökken, vagy kívül megnövekszik a belső részhez képest, ahhoz képest, amikor ezt beállítottuk, akkor ez a hőmérsékletmérés, ez már nem lesz igaz. Tulajdonképpen erre jöttek rá annak idején eleink, és hát azt kell mondjam, hogy a hőmérős egy egészen más irányba fejlődött el. Akkoriban a hőmérők abba az irányba fejlődtek el, azt mondták, illetve azt gondolták jónak, hogy olyan anyagnak a hőtágulásával kell foglalkozni, amelynél ilyen másodlagos jelleg nincs, és hát ez az anyag ez nem más volt, mint a higany, meg a borszesz, és ilyen folyadékos hőmérőket csináltak, és ezek a folyadékos hőmérők voltak azok, amelyek tulajdonképpen a nagyon hosszú ideig nagyon precíz méréseket tudtak csinálni. Később aztán a hőmérés más irányba is fejlődött, de erről majd egy másik alkalommal fogok beszélni. Amivel viszont kísérletezünk, az most egy kicsit, ha már úgyis belekezdtünk a hőtanba, akkor legyen továbbra is hőtan. Hát hoztam hideg anyagokat, ez tőlem nem teljesen idegen, és hát meg fogjuk tölteni ezt az edény cseppfolyós nitrogénnel, illetve hát ez a nagyobbik sárga edény, ez meg van töltve, a kisebbik, ez az edény, ebbet megtöltjük rendesen, hadd menjen. És hát cseppfolyós nitrogén lesz az egyik anyag, amivel kísérletezni fogunk. A másik anyag az pedig ennél egy kicsit kevésbé hideg, de mindjárt azt is megmutatom. Ez lesz a száraz jég. A cseppfolyós nitrogénről, köszönöm szépen, a cseppfolyós nitrogénről annyit kell tudni, hogy egy folyadék halmazállapotú anyag. Mindjárt meg is mutatom, hogy néz ki. Egy folyadék halmazállapotú anyag. Na. Aha, egy folyadék halmazállapotú anyag, amely, bocsánat, itt össze-vissza járkálok, pedig tudom, hogy ezzel akarok kísérletezni, amely egy ilyen kettős falú edénybe beleöntve nagyon jól tanulmányozható, ez egy üvegedény, ebbe az üvegedénybe beleöntöm, és azt látjuk, hogy az üvegedényünkben elképesztően módon forr ez a folyadék. Érdemes egész közel hajolni ez az üvegedényhez, hogy minél kisebb részen lássuk itt az edénynek a falát. Itt előbb-utóbb a hűlés hatására a cseppfolyós nitrogén majd látjuk, hogy nedvesíteni kezdi az edény falát. Itt ez már szépen látszik, körülbelül az ujjam magasságáig ér ez a folyamat, és amikor ez a hűlés folytatódik, följebb és följebb jön ez a folyamat, majd amikor fölér, akkor teljes egészében megszűnik majd ez a nagyon hevesen fortyogó folyamat. Tulajdonképpen az edényt ennyi idő alatt tudta lehűteni. Nagyon érdekes dolog az, hogy a cseppfolyós nitrogénnel majdnem színültig tettük, és hát körülbelül a fele mennyiségű cseppfolyós nitrogén el is forrt. Ez azt jelenti, hogy az üvegnek a lehűtéséhez a cseppfolyós nitrogén hűtők képességét használtuk, mondhatnánk, hogy a cseppfolyós nitrogénnek a forráshőjét, de látjuk, hogy ez nagyon kevés, hiszen nagyon nagy mennyiségű cseppfolyós nitrogént kellett elfűtenünk. A következő kísérletben megnézzük, hogy mennyire hideg a cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén hidegségét úgy fogjuk megnézni, hogy le fogok hűteni közönséges levegőt. Itt van a cseppfolyós levegőnek ezt a cseppfolyós levegővel ezt a léggömböt fogjuk lehűteni. Erre a léggömbre fogok
még önteni cseppfolyós nitrogént, öntsünk még ide vele egy keveset, és akkor úgy öntöm a cseppfolyós nitrogént a léggömbre, hogy nagy felületen nedvesítse meg azt, a cseppfolyós nitrogéntől le fog hűlni a léggömb anyaga, és ha lehűl a léggömb anyaga, akkor le fogja hűteni bent a levegőt is. És amint látjuk, a levegő, igen, hogy is mondjam, aranyosan alkalmazkodik ahhoz, hogy ő kisebb helyen is elfér abba az esetben, hogyha légnyomást nem változtatjuk, viszont nagyon erősen lehűtjük, tehát a hőmérsékletét erősen csökkentjük. Mostanára eljutottunk oda, hogy a cseppfolyós nitrogénben itt van benne a léggömb, és fogom, kiveszem, olyan kis helyen elfér, nézzétek meg, hogy itt a markomban van ez a nagy léggömb, most hagyjuk, hogy melegedjen, illetve segítek a melegedésében. Melengetem, melengetem, és amint látjátok, a hőmérséklet hatására a folyamat, mármint az a folyamat, hogy összehúzódik, megfordul, és a megfordulás eredményeként azt látjuk, hogy a mérete előbb-utóbb akkorára növekszik, mint amekkora a kezdetén volt. Amit szeretném még elmondani ez a kísérlethez, hogy ez a kísérlet ugye egyik része azt mutatja, hogy a cseppfolyós nitrogén milyen elképesztően hideg. Mínusz 196 Celsius fok hideg. Hát igen, a léggömbök azok viszonylag hamar halnak, főleg, hogyha nitrogénben lefagyasztjuk őket. Tehát mínusz 196 Celsius fok hideg a cseppfolyós nitrogén. Ebben a benne levő levegő teljes egészében lekondenzálódik. Vagyis az 1600-ad részére megy össze, körülbelül ugyanúgy, mint az előbbi kísérletben a víz, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag eltűnni látszik a cseppfolyós nitrogénben a léggömbnek a térfogata. Ha valaki megnézi az ideális gáztörvényt, az ideális gáztörvény ugye az úgy van, hogy ezen a részen mérjük a térfogatot, ezen a részen mérjük a hőmérsékletet, és hogy a hőmérséklettel megyünk lefelé, a térfogat egyre kisebb és kisebb lesz. Jól rajzoltam? Nem biztos, hogy jól rajzoltam, de a táblára már nem tükörképet kell fölrajzolnom. Tehát ez azt jelenti, hogy ez itt a két tengelyen, ez a térfogat, ez pedig itt a hőmérséklet. A hőmérsékletet Kelvinekbe mérjük, ezért Celsius, bocsánat, ezért nagy tét írtam. A térfogatot ezt mondjuk mérjük köbméterbe, és akkor azt lehet mondani, hogy ugye ez egy egyenes arányosság, így rajzolja föl a tanárnéni, vagy a tanárbácsi a fizika órán, és a végére ide egy szaggatott vonalakat tesz, tehát itt ezen a részen csak azt mondják, hogy szaggatott vonal, itt lenne a nulla Celsius fok és a nulla térfogat. Ugye világosan látszik, hogy ezen a részen, ami a szaggatott vonaltól lefelé jön, erre már nem igaz az ideális gázoknak a törvénye, hanem ide valóságos gázok kellenek, ide már egy egészen más képletet kell használnunk, például a Van der Waal egyenletet, meg ennél bonyolultabb formulák is léteznek, tehát ez azt jelenti, hogy eddig a pontig igaz lehet az ideális gáztörvény, és az ideális gáztörvénynek, hogyha az alkalmazhatóságát teszi föl valaki kérdésnek, akkor azt kell mondjam, hogy nem túl meleg gáz, nem túl hideg gáz, és nem túl sűrű gáz. Ezekre igaz, és hát igazából, amikor elkezdjük hűteni a léggömböt benne a levegővel, akkor a gázunknak a sűrűsége növekszik, a hőmérséklete csökken, és akkor igazából már nem lehet használni ezt a gáztörvényt. Hogy ez mennyire így van, hogy egy térfogatváltozás és egy halmazállapotváltozás hogy jön össze, szeretnék megmutatni egy palackot. Egész közel hozom, remélem az élesség határon még nem jöttem belül, és hogyha így mozgatom, azt hiszem mindenki jól látja, hogy ez egy teljesen üresnek látszó palack. Ha megpróbálom összenyomni, akkor ez nem fog menni. Annyira nem fog menni, hogy fogja az ember, és amint látjátok, nem tudom összenyomni. No, azt kell mondjam, hogy most nektek kell segíteni ott a képernyő másik felén. Én fogom ezt a palackot ide beteszem, és nektek annyit kell segíteni, hogy energiát sugároztok nekem, én pedig sugárzok egy kis energiát erre a palackra.
anélkül, hogy hozzányúlnék, össze fog ez horpadni. Nézzétek meg, hogyan. Egy kicsit úgy csinálok, hogy kicsit vicsorgok is, és még mindig vicsorgok. Egy idő után pedig így csinálok, hogy hú, fiam. És előbb-utóbb a palackunk összehúzódik. Csodálatosan sok energiát küldtetek nekem. Visszatérve a bolondozásra, természetesen, aki a kísérletezést figyelte, tudja, hogy ebben benne van a cseppfolyós nitrogén. Látjátok, itt van, ki is öntöm. És hogy a cseppfolyós nitrogén lehűtötte az edényünk alját, az edényünk aljában megjelent egy folyadék. Nem is kevés. Az ebben a palacban nagy nyomással ott levő gáz folyadék halmaz állapotúvá vált. Ha egy kicsit elbillentem, akkor látjuk is ezt a gázt. Ez egy olyan gáz, ami -0,5 fokon forr. Ha ide teszem az ujjam, akkor gyönyörűen fogjátok látni, hogy ez forrásban van. Az ujjam melegétől forr. Hát persze, hogyha aki nem tudja a fizikát, annak nyugodtan mondhatom azt, hogy én egy olyan ember vagyok, egy parafenomén, hogy mindenféle dolgokat tudok csinálni. Valójában csak fizikakönyvet forgattam, higgyétek el, semmi különösebb. Abban az esetben, hogyha ezt a palackot én elkezdem megmelegíteni, akkor ez a palack egyre nagyobb és nagyobb térfogatú lesz. Egy idő után már a térfogata nem tud változni, viszont most még összenyomható könnyedén, de egy kicsit várunk, az, amire kiegyenlítik a hőmérséket, addigra ez már eltűnik, ez a kis maradék folyadék is. Nézzétek meg, a folyadékunkból már csak egy egész szemernyi maradt, és ez a folyadék, mire eltűnik, a nyomása megint ugyanakkora lesz, mint az óra elején volt. Az a helyzet, hogy két olyan kísérletet szeretnék most a cseppfolyós nitrogénnel megmutatni, amit mindenképpen szeretném, hogyha látnátok. Az egyik a kriofor, mint eszköz. A kriofor, mint eszköz, egy üvegedény. És itt is látható. Ez az üvegedény áll fönt egy gömb alakú, gömbi kiképzésű tartályból, és alul pedig egy ilyen hosszúkás tartályból. Ez az a tartály, ami össze van kötve az alsó a fölsővel, egy üvegcsővel. Ezen a részen itt forrasztották le, de előtte tettek bele egy kis vizet. Tehát ez itt közönséges csapvíz. Amikor betették a csapvizet, akkor a következő, közvetlen utána a következő lépés az volt, hogy ezen a csövön keresztül először is megfagyasztottuk a vizet. Itt a Műegyetem üvegtechnikáján készült. Megfagyasztottuk ezt a vizet, és vákuumszivattyúból kiszivattyúztuk az összes levegőt a jég fölül. Ennek eredményeként, amikor már nem volt itt benn levegő, leforrasztották és véglegesen lezárták. Amikor a hőmérséklet hatására a vízé vált a jég, akkor a víz párolgott is egy kicsit, és tulajdonképpen ez az összes terület, ez vízpárával van tele. Na, hát akkor nézzük meg azt, hogy milyen kísérletet lehet ezzel megcsinálni. Itt van nekünk cseppfolyós nitrogénünk. Ezt az edényt én most megemelem egy kicsit, beleteszem ebbe a sztirofol edénybe, így, és itt rögzítem. Vagyis azt az alsó részét, amit láttatok, amiben ugyancsak vízgőz van, mint az összes többi részen, le fogjuk tudni hűteni cseppfolyós nitrogénnel. Mostantól azt érdemes majd nézni, hogy ezen a részen itt mi történik. Amit mindenképpen érdemes elmondani, hogy ez az üveg, mint az összes többi üveg, nagyon jó hőszigetelő, és egyébként az elektromos feszültséget, elektromos áramot is szigeteli. Tehát senki ne gondolja azt, hogy a cseppfolyós nitrogént, amikor én ide beöntöm, akkor az egész edény le fog hűlni. Nem. Ez a része az edénynek, ami a cseppfolyós nitrogénben nem ér bele, az marad szobahőmérsékletű. Most érdemes közelhajolni a felső gömbhöz, mert tulajdonképpen elkezdődött egy nagyon izgalmas folyamat. Itt alul lehűl az az edény, és a lehűlő edényre le fog csapódni
a vízgőz, és folyadékhalmaz állapotúvá, később szilárd halmaz állapotúvá válik. Most már látszik, hogy megjelent itt a páratartalom, és rövidesen azt is fogjuk látni, hogy itt, na, én nem lövöm le a poént, de mindjárt fogjuk látni, amit látnunk kell, a előjelek megvannak, egyszer csak fogja magát, és ez a folyadék, nitrogén. Ez a folyadék fogja magát, tehát azt szerintem gyönyörűen látszik, hogy itt megpárásodott, és most meg is fagyott. Megvan, ugye? Gyönyörű volt. Én azt hiszem, megértem miatt a kísérlet miatt már fölébredni ma reggel. Tehát tulajdonképpen a kriofor nevű eszközt láttátok, mindjárt megmutatom egy kicsit közelebbről még egyszer, csak közben a cseppfolyós nitrogént betesszük itt biztonságosabb helyre. És azt kell látni, hogy a krioforban, amikor elkezdtük a, mindjárt megmutatom a jégkristályt még jobban, egy picit így elfordítom, és akkor itt sokkal jobban látunk. Tehát tulajdonképpen az történt, hogy a kriofornak a teljes térfogata vízzel volt feltöltve kezdetben, folyadékhalmaz állapotú vízzel és gőzhalmaz állapotúval. Amikor lehűtöttük ezt az alsó részét, a gőzből folyadék lett, majd kicsit később ez a folyadék meg is fagyott, így szilárd halmaz állapotú vízé vált. És amikor itt lecsökkent a nyomás, mert ugye a folyadékból, a gázból folyadék lett, akkor innen egy nagyon erős páraképződés, egy gőzképződés keletkezett, és ez azt is jelentette, hogy tulajdonképpen ebből a folyadékból azok a részecskék mentek el, amelyeknek az átlagos kinetikus energiájuk a legnagyobb volt. Tehát azok, amelyik gőzét tudtak válni, a folyadékból kiléptek, és ez azt jelenti, hogy az átlagos kinetikus energia az viszont a termodinamikai hőmérséklettel egyenesen arányos, vagyis tulajdonképpen nem láttunk mást, mint azt, hogy a nyomást lecsökkentjük, nagyon hevesen elkezd forni vagy párologni a folyadék, és ez a forrás és az a párologás, ez olyan mértékeket vethet, hogy megfagy a folyadék. Ami nagyon izgalmas, keresgéltem az interneten, hogy ennek az eszköznek ki volt a felfedezője, honnan indult el. És higgyétek vagy nem, 1820-ban volt, aki meghalt, Wollaston, aki ezt az eszközt felfedezte. Azért mondtam ezt az évszámot, a halálát, mert nagyon fontosnak tartom, hogy már 1820-ban ezt a kísérletet meg tudták csinálni, pedig Wollastonnak biztosan megmondhatjuk, hogy nem volt hűtőgépe, nem volt széndioxidja, száraz jege, nem volt cseppfolyós nitrogénje, ő egy nagyon ravasz ember volt, ő kémikus is volt egyben. Észrevette azt, hogy egy más módon is elő lehet állítani ezt a jelenséget. Ő azt csinálta, hogy vett egy edényt, meg egy másik edényt, az egyik edénybe tett vizet, a másik edénybe tömény kénsavat, leborította és kiszivattyúzta, amennyire lehetett akkoriban a levegőt. Azt kell tudni, hogy a tömény kénsavnak van egy nagyon érdekes tulajdonsága, elképesztően higroszkópikus, vagyis szereti magába venni a vizet. Élhal a vízmolekulákért, és olyan erősen el tudja szedni a vízmolekulákat, hogy néhány perc alatt a Wollastonnak a kísérletében is megfagyott a víz. No, hát a kísérletünk, amit láttunk, én azt gondolom, hogy megint csak, hogy nem csak hogy sikerült, hanem fölbuzdulunk arra, hogy csináljunk egy másik kísérletet nagyon hasonló módon. Ehhez egy picit átalakítom az asztalunkat, és egy másik asztalt hozok. Ezen az asztalon lesz egy szivattyú, egy vákuum szivattyú, mert tulajdonképpen a következő kísérletben a főszereplő a vákuumszivattyú lesz, egy gyuáredény. Íme itt a vákuumszivattyú és a gyuáredény. Nem jövök közelebb, ugye? Jó itt? Oké. Itt van a gyuáredényünk. Ebbe a gyuáredénybe teszek egy kis cseppfolyós nitrogént. Bocsánat, én itt jövök-megyek. Tehát teszünk egy kis cseppfolyós nitrogént. Így itt van a cseppfolyós nitrogén. Ismét megnézhetitek, hogy a cseppfolyós nitrogén hogyan hűti le az edényt. Amint látjátok, egyre jobban hűl és hűl. És amikor ez az edény ez majd
teljesen lehűlt, akkor cseppfolyós nitrogén fölül elfogjuk az elforrásban levő cseppfolyós nitrogént, el fogjuk forralni, el fogjuk szivattyúzni. Tehát itt van az edényünk. Az edényünkben azt hiszem nagyon szépen látszik, hogy nem túl nagy hevességgel, de forr a nitrogén. Itt van a vákumszivattyúnk, ezt szépen én ide hozzá csatlakoztatom, és megkérem, hogy kapcsoljuk be a szivattyút. Amint látjátok, a szivattyú bekapcsolásának pillanatában elképesztő módon elkezdett forrni a cseppfolyós nitrogén, tehát annak hatására, hogy elszivattyúzzuk fölül a nitrogént, elkezd forrni. Alacsonyabb nyomáson, ugye tehát alacsonyabb nyomáson más lesz a forráspont, de azt is látjuk, hogy rövid időn belül elkezd a cseppfolyós nitrogén megfagyni, és szilárd halmaz állapotú, egy fehéres kristályú, hatszöges kristályú szilárd nitrogénünk lesz, nem is tudom kimondani, annyira szokatlan a jelenség. Tehát rövid időn belül teljes egészében meg fog a nitrogén fagyni. Azt kell mondjam, hogy ez a kísérlet is sikerült, tehát megkérlek, hogy légy szíves, kapcsolt ki a szivattyút, köszönöm szépen. Most látjuk azt, hogy a nyomás az most már kezd elmúlni, tehát ez egy elővákum szivattyú, tehát ez ilyen néhány tor nyomásig tudja leszivattyúzni a légnyomást, és hát tulajdonképpen ezen a légnyomáson a cseppfolyós nitrogén heves forrás közben megfagyott. No, hát ez az a jelenség, amire én azt gondolom, hogy érdemes volt jönni megnézni. Ha megszüntetjük a nyomást, kiegyenlítjük a benti kinti nyomást, akkor azt fogjuk tapasztalni szép lassan, hogy nagyon hevesen elkezd olvadni a cseppfolyós nitrogén, vagy a szilárd nitrogén, és az olvadás után pedig egy folyadék marad hátra. Én most fogom a kezemmel, letörlöm az itt levő párát, és azt hiszem, hogy egy olyasmi jelenséget láthatunk. Nem jövök közelebb, mert tudom, hogy van élességhatár is. Tehát azt láthatjuk, hogy a cseppfolyós nitrogénünk nem forr. Tulajdonképpen abban az esetben, hogyha kíváncsiak vagyunk, akkor bárhova beleöntjük, mindenütt a cseppfolyós nitrogén a forráspontjáig tud hűteni. Ebben a kísérletben ezt az edényt jóval a forráspontja alá hűtötte, ezért nem láttunk benne buborékokat. Egyébként a cseppfolyós nitrogén a forráspontjához képest 13 fokkal alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, tehát 13 Celsius foknyi hőmérséklet esést kellett produkálnunk, és tulajdonképpen ez a 13 fokkal alacsonyabb hőmérsékleten levő edényben nem forra cseppfolyós nitrogén. Tehát ezt érdemes volt megint csak megnézni, és hát arra gondoltam, hogy általában azt kell mondjam, hogy a kutatók éjszakáján másfél órásnál nem szoktam rövidebb előadást tartani, de itt most az interneten ebben az időszakban egy kicsit ezt vissza kell fogni, mert hát én ezt tudom, mert mondták, hogy fogjam vissza magam. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az utolsó, úgymond elköszönő kísérlet jön, és a cseppfolyós nitrogénnel fogok elköszönni, és megköszönni a figyelmet, és a következő kísérlethez is kell egy kis cseppfolyós nitrogén. A cseppfolyós nitrogén mínusz 196 Celsius fokon forr. Ezt már többször elmondtam. És a cseppfolyós nitrogént hasonlítsuk össze a vízzel. Ha megnézi az ember kémikus szemmel, ugye a H2O, ugye ez az egyik képletünk, a másik pedig az N2. Összehasonlítjuk, alig van különbség a kettő között, tehát molekula méretben, tehát tömegük alig különbözik, nem azt mondom, hogy nem különbözik. Az is nagyon izgalmas, hogy mind a kettő folyadék halmaz állapotban, mind a víz, mind a cseppfolyós nitrogén kristálytisztán átlátszó, az is tudjuk, hogy színtelen és szagtalan, már hát most nem az a vízről beszélünk, ami néha csapból folyik, és elképesztő klórszaga van, tehát a tiszta víznek, tehát színtelen, szagtalan,
És hát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy amiben nagyon különbözik a két folyadék, a forráspontjuk. Az egyiknek plusz 100 Celsius fok, a másiknak mínusz 196 Celsius fok, hát azt lehet mondani, hogy majdnem 300 Celsius fok. Mi lehet a magyarázat? A magyarázat természetesen fizika ismeretében nagyon könnyen megadható. A vízmolekuláról tudjuk, hogy egy dipólus molekula azt jelenti, hogy a pozitív és negatív töltések tömegközéppontja nem egy helyre esik, hanem két különböző helyre. Maga a vízmolekula egymagában egy dipólus. A nitrogén molekula pedig teljesen apoláros, tehát ez azt jelenti, hogy ha két poláros molekulát egymáshoz közelítünk, akkor azok úgy fognak elhelyezkedni, az egyiknek a pozitív töltése a másiknak a negatív töltése felé fog fordulni, és ezek között lesz egy kohéziós erő. Ez egy elektromos természetű erő, amiről tudjuk, hogy elképesztően nagy, és ennek eredményeként akkor lesz majd a folyadékból gőzhalmaz állapot, amikor ezt a Coulomb erőt, ezt le tudjuk győzni. Megvizsgálták a tudósok, és nagyon sok bizonyíték is van arra, hogy amikor egy folyadékot megnézünk, például a vizet, akkor a vízben a molekulák közötti kölcsönhatás hatására úgynevezett klasztereken, göböcskék alakulnak ki. Ezek a klaszterek 60-80-100 darab molekulának az egybetapadását jelentik, míg a cseppfolyós nitrogénben a molekulák, az apoláros molekulák teljesen individuálisan mozognak, tehát ott a távolság ugye 60-80-100 az a hőmérséklet függvényében alakul, minél hidegebb, annál nagyobb ez a szám, és hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy az egyik folyadék akkor kezd forrni, amikor a van der Waal erőt legyőzik az molekulák közötti kölcsönhatások, a másik esetben a van der Waal erőn kívül le kell győzni a Coulomb erőt is. Ugye, én most elég sokat magyaráztam, és jó lenne, hogy ennek valami mérhető bizonyítékát is adnánk, meg is van. Ugye elmondtam, hogy a cseppfolyós nitrogénben individuálisan pici molekulák vannak, a vízben pedig nagy göböcskék. Na, ezt tulajdonképpen kéne megmutatni, hogy ez így van. És hát ez a probléma az én meglátásom szerint úgy is kezelhető, hogy hogyan válasszuk el a diót és a mákot egymástól. Természetesen ezt mindenki tudja, szükség van hozzá egy szitára, amin a dió fönnakad, a mák pedig átpotyog. Na hát nekünk is van ilyen szitánk, már hozom is. Ez a szita, ez nem más, mint egy közönséges férfi nyúlszőrkalap. Itt van mi. A nyúlszőrkalap úgy készül, hogy szegény nyuszinak a bondájából leszedik azokat a szőröket, és egy ilyen filcé alakítják, ezt sokszor kell ütögetni. A filc pedig úgy van megcsinálva, hogy ezek a szálak annyira vannak közel egymáshoz, hogy ezek a piciny molekulából álló klaszterek ne férjenek el közöttük. Ugye mindenki tudja, hogy ha az ember fölvesz a fejére férfi emberként egy ilyen kalapot, és esik az eső, akkor a kalap alatt száraz marad a feje. Az idősebbek kedvéért hadd mesélem el, hogy valahogy film, volt egyszer egy vadnyugat, annak az első képsoraiban pontosan egy ilyen kalapon át nem folyó vízről szólnak a jelenetek, talán mindenki emlékszik, hogy a lecsöpögő vizet az egyik várakozó gengszer, mikor ott a kalapjában gyűjti össze, mikor jön a vonat, azt hörpinti ki. Ez is mutatja, hogy a víz nem megy át ezen a kalapon, meg ezen azon a kalapon, meg ezen a kalapon se, de a cseppfolyós nitrogén az viszont nagyon gyorsan átmegy rajta. Így beleöntöm, és amint látjátok, szinte azonnal átjön. Olyan gyorsan átjön, hogy tulajdonképpen a kalap ennyi idő alatt már ki is száradt, és használtam arra, hogy megköszönjem a nagybecsű figyelmeteket, és este hétkor ismét várok mindenkit. Még egyszer nagyon köszönöm a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gépészkarának, Kármán videostúdiának a közreműködését. Viszontlátásra, sziasztok!